Nem érünk rá. Légy szíves, vedd föl. Jó? Nem. Vedd föl, légy szíves. Nem. Akkor kezdjük a cipővel, jó? Pulcsit kezd el fölvenni, légy szíves. Nem érünk rá, nagyon sietek. Benne van a lábon? Benne van? Jó, akkor most a pulcsi. Na, légy szíves, segíts. Jó. Na, gyere. Felveszik a kabátot, aztán megyünk, jó? Jó. Na, mehetünk. Gyere. Na, gyorsabban, elkésünk. Gyerünk, gyerünk. Gyerünk, Andris, menjünk tovább. Hm? Na, induljunk. Gyere már! Gyere, menjünk! Mondanak, hogy mégis mit csinálnak. Szanaszét szórják a szemetet. Így mutatnak példát a gyerekeknek. Halló? Jó napot kívánok, bejelentést szeretnék tenni. Igen. És mi volt ma az oviban? Semmi. Mit ebédeltél? Nem emlékszem. Olvasolvány is kököszi és bukószál. Persze, szívem. Tudni kell ugyanis, hogy éppen kököszi és bobolysza volt a két legtréfásabb törpe az egész birodalomban. Főként kököszi. Bobolysza már mérgesebb természetű volt, de azért ő is hajlott a nevetgélésre. Kököszinek a hangja vékony volt, mint az ezüst csöngői, Bobolysza hangja meg vastag, mint az öreg harangi. Kököszinek mindig nevetett a szeme, Bobolysza meg szeretett néha haragosan nézni. Kököszinek kedvesebb volt szakálla és kisebb hegyes sapkája, Bobolysza torzombor szakállat viselt és nagy csúcsos süveget. De hol vannak? Kököszi! Bobolysza! Kiabálta a strázsa. A fejedelem vár. Indulni kell a földre. Nézd,
kökőszél bobosza. Nem kicsim, nem kökőszél és bobosza. Szemetelős bácsik. Na, menjünk át a túloldalra. Mert egy picit csörög a telefon. Biztos apa lesz az. Halló? Semmi baj, szívem. Semmi baj. Egyszerűen elém ugrott. Igazam volt, de tényleg kükös és bobolysza. Tudtam, hívjunk apit, és mondjuk neki kell. Thank you.